A klímaváltozás jeleit már az is szó szerint a saját bőrén tapasztalja, aki hajlamos azt gondolni, nem is változik az időjárás. A hosszantartó aszályos időszakok, illetve az azokat követő felhőszakadások, az ezekből kialakuló villámárvizek jelzik, környezetünket illetően a változás az egyetlen állandóság. A Nagyvénkert városrészben egy-egy kiadósabb eső után a közlekedési útvonalakon gyűlik össze az esővíz. A városrész kertvárosi részén a magas belvíz miatt kell új csapadékvízelvezető rendszert kiépíteni. Ez a beruházás érinti a Nagyvénkert utcáit, érinti a Kántor Sándor utcát, a Szövetkezőti utat, a Diófa utat, a Csatófa utat, a Kemény Pál utat és a IV. Béla Király utat. Ezeknek a csapadékcsatornáknak a teljes hossza 2116 folyóméter. A csapadékvíz befogadója a Füredi csatorna lesz. Mellékelt sávos ütemterv szerint 6 hónap alatt fognak elkészülni. Ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül 6 hónapról van szó, ez az átadási határidő. Igyekszünk a csapadék csatornát 5 vagy 4,5 hónapon belül elkészíteni. Szeretnénk, hogyha a kivitelezési munkák idejére a lakosok megfelelőképpen tudnának a kivitelezéshez olyan szinten alkalmazkodni, hogy együttműködve, a lakosok véleményét figyelembe véve minél zökkenőmentesebb történjen a kivitelezés elvégzése. A kivitelezési szerződés megkötése után akár azonnal meg is kezdődhetne a beruházás, de még környezetvédelmi engedélyeket, illetve forgalomtechnikai hozzájárulásokat kell beszerezni az illetékes hatóságoktól. Egy top pluszos pályázaton sikerült megnyernünk azt a lehetőséget, hogy tudjuk folytatni a város csapadékvízelvezetésének rendezését. Egy másik olyan gócponton, ahol ez nagyon aktuális, és mindenképpen kell foglalkoznunk a csapadékvízelvezetésével, ez pedig a Nagyvénkert kertvárosi része, hiszen látjuk azt, hogy az elmúlt időszakban, hónapokban, években, főleg a fokozott csapadékos időszakokban itt bizony megáll a csapadékvíz, zavarja az ott lakók életét, közlekedését. Ez kimondottan a Nagyvénkerti városrész kertvárosi része, tehát ezeket az utcákat érinti gyakorlatilag teljes egészében. Itt kerülnek csapadékvíznyelő rácsok, csapadékvízelvezető csatornák kiépítésre. Gyakorlatilag ez a csapadékvíz belekerül abba a fő csatornába, amelynek így most el tudjuk végezni a pályázat keretében a teljes kotrását, segítve ezzel azt, hogy minél hamarabb tudjon távozni a területről, és hát nyilván a város más részeiről is a csapadékvíz. A kivitelezési szerződés szerint a beruházás fél éven belül befejeződik, de a kivitelező reményei szerint nem tart eddig. Úgy vélekedik, hogy 4,5-5 hónap alatt befejeződhet a több, mint 2 kilométernyi csatornarendszer kiépítése, tesztelése.